beszélgessünk. Beszélgessünk. Te meg én. Miközben Ivádi Nórával beszélgettem, megéreztem a dzsungel szagát. Ráadásul egy dzsungelmintás overában fogadott budapesti otthonában, úgyhogy teljes volt az összhang. Annyira beleéltem magam a történeteibe, hogy pár óra erejéig én is Kosztarikába repültem. Nóra jogász és író. Éveken keresztül átszőtték életét a kosztarikai dzsungel bambusz és banánfái, lajhárai és bogarai. Jelenleg Budapesten él, ír és neveli kislányát, de miközben beszélgettünk, úgy éreztem, hogy Nóra szívébe és testébe még mindig erősen kapaszkodnak a dzsungel indái. Hogy hogyan kezdődött a kapcsolatuk, és hogy miért pihen most egy kicsit a történetük, elmeséli nekünk Ivádi Nóra. Tartsanak velünk! Üdvözlöm Önöket, Gazsó Orsolya vagyok! Szeretettel üdvözlöm Ivádi Nórát a műsoromban. Nóra, milyen érzés most azt, hogy végre van lakcímed? Olvastam az írásaidban, hogy eddig úgy kellett megfogalmaznod Kosztarikában, hogy hol laksz, hogy a bambuszerdőtől a negyedik ház, a Kesú hegynek az oldalában. Így van, így van, így van. Hát nagyon jó érzés itthon lenni. Igen, van most már saját címem is. Igazság szerint nekem nem ez jutott elsősorban eszembe, hogy itthon vagyok, és végre van címem. De ez valóban nagyon humoros, hogy Kosztarikában nincsenek címek, és még egy kis faluban, mint ahol mi laktunk Kosztarikában, a Karib-tenger partján, még ez nem is olyan nagy dolog, de a fővárosban sincsenek címek. És ott megtalálni mondjuk a fogorvosi rendelőt, aminek az a címe, hogy a Coca-Cola automatától 100 méterre, és már az a Coca-Cola automata nincs ott körülbelül 5 éve, akkor ez egy igazi nehéz kihívás. De hát ott az ember... Tulajdonképpen ez egy ilyen folyamatos kihívás, hogy megszólítja az utcaemberét, és akkor vajon merre lehet ez? És akkor egyszer csak megtalálja azt, amit keres, de hát... De hogyha képeslapot szerettünk volna neked küldeni, akkor mit írunk rá? Hát az semmit. Neked, hát inkább én küldök képeslapot. Az nem, az Amazon, ilyen házhoz rendelési nagyon van. Nálunk úgy működik, hogy ha elfogy a gáz vagy a víz, akkor én felhívom a helyi boltot, hogy hozzák házhoz, és egy idő után ők már ismerik a nevemet, meg tudják, hogy hol lakom, akkor ők már csak annyit kérdeznek vissza, hogy oda föl, ugye? És akkor egy idő után megérkezik hozzánk a víz, de az én címem az valóban így volt, hogy 100 méterrel a bambuszerdő után, de ha már elérik a banánültetvényt, akkor már túljöttek. Igen. 8 hónapot laktunk abban a házban, amiről 8 hónap alatt nem sikerült egyességet kötni, hogy ez most fehér vagy sárga. Tehát azt is mindig meg kell adni, milyen színű a ház, és hogy milyen anyagból készült. Uh-huh. És amikor megszületett a kislányom, akkor be kellett diktálni, hogy hol fog lakni. És de emlékszem, hogy nekem ezt röhögés nélkül kellett kibírni a kérdéseket, hogy hány szintes a ház, milyen színű, milyen anyagból készült, és hát soha, nagyjából az ember tudja, hogy milyen anyagból készül a háza, de hogy ebből úgy el kell gondolkozni, ez, hogy most te is elgondolnád, hogy most milyen anyagú Igen. házban laksz, ez annyira nem tudatos, de ott ez nagyon tudatos. Fontos. Ez fontos, uh-huh. így van. Egyszer a rendőrség is kijött hozzánk, eltévedtek, ők pont a bambuszerdőt nem vették észre, és ezért túljöttek. Se a banánültetvényt. És a banánültetvényt se. És nekik jegyzőkönyvezni kellett, hogy eltévedtek, és én útba igazítom őket, és akkor is felírták a címemet, és megkérdezték, akkor ez most ez a ház, ez most sárga vagy fehér? Még jó, hogy nyomozók voltak.
Nóra, hogy olvasgattam az írásaidat, ugyanis a Kép Más online felületén folyamatosan tudósítottál nekünk a világban, mindenfelé olvashattuk, hogy hogyan élsz, miket csinálsz Kosztarikában. Azt vettem észre, hogy ott nagyon hozzád nőtt a természet, a dzsungel, és hogy igazából ott azok a növények, a banánfák tanúi voltak az életednek, és most, hogy itt beszélgetünk Budapesten, halljuk a villamosnak a hangját, a busznak a hangját, nem hiányzik az, hogy ott csiripeljenek a madarak, és nem tudom, sikítsenek a majmok. De olyan, mintha az egyik legjobb barátomat hagytam volna ott. Tehát ez minden nap nagyon nehéz, hogy ez csak azt tudja megérteni, aki egy vadonban él, mert hogy városban parkok vannak, néhány fa van, telepített erdők vesznek minket körül, de ez az ősi összefüggő természet, ez Európában már nagyon ritka. És más légkör alakul ki ilyen régi erdőkben, vagy ilyen sűrű dzsungelben, vagy őserdőkben. Olyan nagyon nehéz megfogalmazni, hogy ez nem egy evilági érzés. Tehát én minden nap Isten érzése van az embernek, ha egy ilyen vadregényes helyen él, hogy egyszerűen más ritmusban is rezegnek a sejtjei, mert minden élő körülöttünk, minden rezeg, ezt úgy is halljuk, hogy ugye ciripelnek a tücskök, a békák, a madarak, és minden állatnak más hangja van, minden állatnak más rezgése van, és az egész természet egy ilyen rezgő, lélegző valami, ami így egy idő után átjárja az ember testét is, tehát egy részévé válik ennek a folyamatos rezgésnek. Tehát ez teljesen felfoghatatlan. Nagyon érdekes, és nagyon otthonos, olyan, mintha az ember belebújna az isteni anyamékbe. És ugye nem titok, hogy ebben a vadregényes környezetben te nem egyedül, hanem egy kislánnyal voltál, akire különösképpen vigyázni kellett, és olvastam, hogy kifejlesztetted a külön érzékszerveidet, hogy akik direkt a kislányodat figyelik. Ezek a kifejlesztett érzékszerveid már elmúltak, tehát biztonságban vagy már itthon, vagy még mindig ugyanúgy figyelsz mindenre? Elengedted már magad? Igen, azért szerintem, hogy anya sose tudja elengedni magát, tehát folyamatos meg őrző üzemmódban van, de az tény, hogy azért az a felelősségteljes felügyelet, az kicsit alább hagy a városban. Tehát itt, hál' Istennek, a lakásban ugye nem kell attól tartani, hogy a papucsunkba bemászik egy skorpió. Tehát ez de nem is a skorpió a legrosszabb, hanem vannak ezek a hangyák, a bála, ami úgy hívják angolul, hogy bullet ant, ez a 24 órás hangya, és hogyha ez megcsíp, akkor 24 óráig olyan agonizáló fájdalom van úrra az emberen, ami van egy ilyen skála a fájdalom érzetről, és ez a legmagasabb. Ez olyan, mintha meglőnének. És ez a hangya, ez bemegy bárhova. Nagynénémnél volt egyébként. Ez a kapaszkodós hangja, amit az előbb meséltél, nem, vagy ez más? Ez magányosan közlekedik, és egy körülbelül egy olyan 3-4 centi nagyságú, látszik rajta, hogy valami veszélyes dolog. Tehát egy nagyon nagy hangya, és nagy csápjai vannak, egyedül közlekedik jellemzően, és bemegy a lakásba, tehát ha sötétben mondjuk mezitláb éjszaka kivénye a mosdóba, akkor hát most az a jó, hogy most nem kell körbenézni, de ott ez egy folyamatos ügy volt. De nem kell rögtön ilyen nagyon veszélyes dolgokra gondolni. Volt, hogy egy csótány házas pár ketten, miközben szeretkeztek, már átmasíroztak a karomon és a vállamon. Akkor arról nem is beszélve, hogy ugye a gekkók csattogtatják magukat az ember feje fölött, és ezek a gekkók, ezek hát ürítenek is. Úgyhogy a párom mindig úgy aludt, hogy egy lepedőt tett a szája elé, hogy a lepedőt felhúzta, mert neki ez jutott eszébe, hogy nehogy már a szája.
Szóval, hogy ez, azért ezek nagy könnyebbség, hogy ilyen dolgokra nem kell figyeljünk. Szeretkező csótányok. Olvastam, hogy boldog ország. Világon azt mondják, hogy a legboldogabb ország Costa Rica, akkor úgy látszik, hogy nem csak az emberek, hanem az állatok is ott a legboldogabbak. Hát egyébként igen. A legnagyobb biodiverzitás az egész világon, az Costa Ricában van, és nagyon tisztelik az állatokat. Ha egy lajhár éppen átmegy a főúton, akkor megáll a forgalom, mert mindenki tudja, hogy a lajhárhoz nem lehet hozzányúlni. Tehát nem az van, hogy fölveszed és ráteszed a következő fára, mert a lajhár például az egy nagyon érzékeny, lelkivilágú állat. Egy kutyaugatástól képes szívrohamot kapni. Tehát gondolhatod, hogy egy ember érintésétől az micsoda sok neki. Nem szabad megfogni őket. Szabad megfogni a lajhárt. Meg kell várni, míg a lajhár átmegy az úton. És hogyha ez 5 perc, akkor 5 perc, ha 35 perc, akkor 35 perc. És mindenhol ilyen táblák figyelmeztetik az embert, hogy ne nyúj a lajhárhoz. Mert egyébként igaz az, hogy mindenhol lajhárok csüngenek. Uh-huh. De volt olyan is, hogy azért nem mentél le a tengerpartra, mert egy krokodil csücsült és pihent a parton. Ez is így igaz, egy a tengerparthoz közel laktunk akkor, és majd mondhatjuk, hogy magántengerpartunk volt, ami azért volt annyira magán, mert annyira eldugott volt, hogy senki nem talált oda. Csak a szomszédok, együtt használtuk, és a szomszéd srác mondta, hogy igen, valóban. Hát most nem menjek, mert a krokodil van lent. Uh-huh. Mert a folyók kimennek a tengerbe folynak, és a krokodilok is néha egy kis kedvet kapnak, egy kis hullámlovagásra. És volt olyan eset is, hogy állatok benned voltak, nem csak körülötted. Olvastam a pont a kép más lap online felületén, hogy paraziták költöztek beléd. És tudod, mi volt nekem az érdekes, hogy az is elég érdekes, hogy paraziták élnek az emberben, sőt, háromféle volt benned, ha jól emlékszem, és hogy te ezt milyen pozitívan fogtad föl, hogy új dologra tanít meg, új életmódot vezettél be ezzel az életedbe, diétáztál, szénhidrátot elhagytad, alkoholt, cukrot. Igen. Tehát, hogy az nagyon tetszett, ahogy leírtad, hogy nem voltál mérges, nem. Hanem hogy ez neked most egy lecke. Ez így van. Egyébként is a dzsungelben tök fölösleges mérgesnek lenni, mert nem nagyon van kivel megosztani a mérgedet. Tehát a fák, meg a bogarak, azok teljesen közömbösek a te mérgeddel szemben. Úgyhogy vagy magadra vagy mérges, ami egy negatív energia a saját szervezeted ellen, azt miért tegyed így? Hát akkor ugye el kell fogadni, amilyen nehézségek történnek az emberrel, és akkor ezt valahogy át kell konvertálni őket valami pozitívá, ez az élet feladata, hogy a nehézségeket túl tudjuk haladni, és építkezzünk belőlük, és igen, hát a paraziták az egy szükséges rossz, az ilyen nagyon nyírkos, vidéki környezetben, egyszerűen soha semmi nem szárad meg, soha semmit nem tudsz annyira megtisztítani, hogy az mindig higiénikus legyen. A csapvízzel megmosod a zöldségeket, a paradicsomot, nem tudom, az a csapvíz sem steril. Úgyhogy igazából a parazitákat nem lehet kikerülni. Fél évente szoktak csinálni egy ilyen tisztítókúrát, gyógyszerrel jellemzően, nekem ezt senki nem mondta. És hát ezek a paraziták egyébként egy nagyon fájdalmas, hosszantartó betegséget okoznak, mert egyszerűen nem egyértelműen derül ki, hogy ezek, hogy a folyamatos gyomorfájás, gyomorégés, hányinger, gyengeség, láz, ez most egy nagyon megszokott karibi gyomorvírus, ami úgy mindenkinek van egy valamilyen szinten, vagy pedig paraziták, úgyhogy lehet orvosi szűrésre mindent ki lehet deríteni. És valóban ez a diéta az engem, én világéletemben nagyon szerettem enni, inni édességet, pogácsát, kenyeret, minden, és mindig azt gondoltam, hogy én ezeket nem tudom elhagyni, tehát, hogy nekem, én nem tudok annyira erős lenni, hogy ezeket mellőzni tudjam, és nekem ez egy nagyon nagy tanítás volt, hogy sikerült. És azóta is nagyon figyelek ezekre a dolgokra, mert rájöttem, hogy sokkal jobban érzem magamat akkor, hogyha több zöldséget, több gyümölcsöt eszem, nem iszom alkoholt, elképesztő jó közérzete van az embernek, hogyha figyel az étkezésére, mert tényleg a test a léleknek a temploma, és hogyha tiszteled a tested, akkor a lelkedet tiszteled. És nem csak ezt fogtad fel pozitívan, hogy paraziták költöztek beléd, hanem ugye
lehet, hogy sokan nem tudják, hogy Costa Ricában a monszunos idő váltja a száraz időt, és fordítva, nagyon sokáig van szárazságban, hogy másfél hónapig nem esik eső abszolút, és van olyan, hogy nagyon sokáig esik, hónapokig. És akkor olyankor már eleged volt, gondolom, neked is, de azt is úgy fogtad föl, úgy írtad le, hogy ezt is tisztelni kell, mert aztán következik egy olyan időszak, amikor ez fog hiányozni. Igen. Tehát, hogy az esőnek is tudtál örülni, holott ott nagyon esik, mesélted, hogy brutálisan zuhog az eső. Hát esőbe akkor nem lehet kimenni. Tehát főleg vidéken mindenki el tudja képzelni, hogy vidéken sokkal nehezebb az esővel együtt élni, mint mondjuk egy városban, ahol, mit tudom én, el tudsz menni moziba, van bevásárlóközpont, van metró, járnak a villamosok, buszok, de vidéken, ahol jó, mondjuk busz jár nálunk naponta háromszor, de mondjuk mindenki biciklivel közlekedik, biciklivel kell megoldani a bevásárlást, és a legnehezebb dolog, a legnagyobb kihívás az, hogy mosni. Tehát így nem, soha nem száradnak meg a ruhák. Tehát, hogy még csak-csak ugye ki lehet mosni a ruhákat, de akkor meg kell szárítani. Nem lehet megszárítani, és akkor elviszi az ember a mosodába, és akkor ott kilóra megszárítják pénzért, szárítóval. Ja, úgyhogy az eső. Hát akkor az emberek, mindenki otthon van, és akkor az esőben azt kell élvezni, hogy nincs olyan meleg. Hogy egy kicsit akkor lehűl a levegő, például ekkor lehet sütni. Tehát különben dög melegbe, az ember nem indítja be a sütőt, igen, mert akkor még csináljuk melegebbet, de ha esik, akkor például mindig pizzát sütöttünk. Hogy ez egy, mindig mondtuk, hogy na, pizza nap van. Mert akkor ugye be lehet indítani a sütőt, az nem zavaró. És a pizzát sokszor kivittétek a partra is, és árultátok. Így van. Az ember leleményes, hogyha arról van szó, hogy hogyan tud pénzt keresni, és nagy ünnepekkor általában megteltek a tengerpartok, nincs kiépített infrastruktúra, tehát nincsenek büfék vagy éttermek a tengerparton, így a helyiek mindig valami finomságokkal készülnek nagy ünnepekkor a tengerpartozóknak, úgyhogy mindenki a saját konyháját népszerűsíti, argentinok ilyen töltött kenyereket, empanádákat árulnak. Hát én nem, most a pizza az egy nemzetközi étel. Pedig elterveztük, hogy lángost kéne sütni. Kürtös kalács. Igen. Na majd legközelebb. De ez a lángos, ez én azt érzem, hogy ez egy nagyon jó biznisz lenne. És könnyű elkészíteni. Így van, könnyű. Ott kell, ott helyben sütni. Igen. Ja. Hát. Na majd legközelebb. Ezt mondtad az előbb, hogy na majd legközelebb, holott most itt vagyunk Budapesten, és azt mondtad, hogy már alig vártad, hogy Costa Ricából elgyere, és az előbb itt elkezdtünk nosztalgiázni Nórával, mesélte, hogy milyen is Costa Ricában, és mondta, hogy na jó, most kicsit álljunk le, mert most már már honvágya van. Na most akkor mi lesz legközelebb? Lesz olyan, hogy legközelebb Costa Ricában? Persze. Mindenki kérdezi, hogy most akkor már végleg hazajöttél, és az ő szinte válasz erre az, hogy már nincs olyan, hogy végleg hazajönni. Tehát, ha az ember ennyi időt eltöltött egy másik országba, akkor a szíve is oda nőtt egy bizonyos szintig. Plusz van egy kosztarikai kislányom, úgyhogy mi már igazából életünk végéig valamilyen szempontból mi Kosztarikához vagyunk kötve. Úgyhogy megyünk, de nem tudjuk még, hogy mikor. Most biztos megfogalmazódik a hallgatókban. Én ugyan tudom, hogy miért pont Costa Rica. Elmesélnéd röviden, hogy hogyan kezdődött a kapcsolatod Costa Ricával? Hát ez egy családi sors szerintem, mert édesanyám testvére, a nagynéném, neki szintén Costa Ricai férje van, és ő Costa Ricában is élnek, tehát nekem gyerekkoromtól bennem volt, hogy fú, Costa Rica az egy nagyon érdekes hely, gyönyörű vidék, izgalmas, mert benne volt a Costa Rica illat az orromba, amikor jöttek meglátogatni minket, és hoztak mindenféle érdekes nyugati dolgokat, Barbie babát, ruhákat, és ez egy jellegzetes ilyen, hát ma úgy hívnánk, hogy ilyen dzsungel illata volt ezeknek a ruháknak. Dzsungel illat? Hát lehet, hogy nem olyan pozitív, egy kicsit ilyen rothadás illata van. Hát egy ilyen nedves ruhaszag. Kicsit, nem, hogy a ruhák nem tudnak soha megszáradni, és az illat, ami így... Nyírkos, így van. És ez így gyerekkorom óta benne volt az orromba. És aztán elkezdtem a jogi egyetemre járni,
És az utolsó év volt már, és azt éreztem, hogy befejezem az életem, akkor vége mindennek, elkezdődik egy ilyen nagyon egy nagyon unalmas, nagyon szomorú időszak, amikor az ember elkezd dolgozni, és jogászkodni fog, és unalmas dolgokkal fog foglalkozni, és hát ez egy szörnyű dolog lesz, hát ez maga lesz a világ vége, de még mielőtt ez bekövetkezne, csináljunk valami nagyon durvát, és ez a nagyon durva az lehet, hogy elmentünk Kosztarikába egy barátnőmmel, és hogy meglátogatjuk a nagynénémet, és hogy egy évet ott eltöltünk valahogy, majd dolgozunk, majd palacsintát árulunk a tengerparton, és bejárjuk Közép-Amerikát. És ez nagyjából meg is valósult, valóban egy évet töltöttem akkor Kosztarikában, de ahelyett, hogy az egész latin régiót beutaztam volna, ebben a nagyon kis picike faluban töltöttem egy évet, mert annyira beleszerettem ebbe a vidékbe. És utána már mindig ez volt bennem, hogy ide még visszajövök. De még visszajövök. És most az előbb említetted, hogy jogászkodtál, és ugye előtte dolgoztál, te nagyon komoly helyeken dolgoztál, közigazgatásban is, honvédségnél is, és meg is jelentettél egy könyvet, egy saját regényt, Megalkuvók a címe. Mikor is? 2 évvel ezelőtt. Így van, 2017-ben jelent meg, 17 májusában. 56-ról nagyon sok olyan könyv született, amik a forradalmi eseményeket a forradalmárok, a felkelők szemszögéből mutatják be, tehát mondjuk azt, hogy a forradalomnak a jó oldala emlékszik vissza, és nem született olyan magyar regény, ami viszont megmutatta volna a forradalmat, vagy az ellenforradalmat egy kommunista katona szemszögéből. És nekem ez... Tehát ez egy érdekes szempont, mert a történelem most már tudja, hogy melyik oldal volt a jó, melyik oldal volt a rossz. De amikor a történelem zajlik, amikor kitör a polgárháború, bejönnek az oroszok, annyiféle front van, annyiféle politika, hogy nem egy átlagember, de mondjuk az, hogy az átlagembernek is nehezi, tehát nem tudja, hogy akkor most pontosan mi történik. És főleg egy katona, aki főleg aki a propagandát hallja nap mint nap, és neki kell eligazodnia, hogy akkor ő most kivel is legyen, hogy most a politikával foglalkozzon, amit a vezetői mondanak, amik az a parancs, hogy öljön meg több száz embert, akkor azt neki végre kell hajtania, de azért embert ölni mégiscsak bűn, tehát az odáig ő is eljut, hogy ez bűn, de ha ezek az emberek állítólag ellenforradalmárok, és az ő életére törnek, és az ő vagyonát akarják, mit tudom én, megkárosítani, őt meg fogják lincselni, akkor talán mégse olyan nagy bűn. Tehát ennek az ő lelki világáról szól a regény, hogy mi a jó választás. És ez a regény azért a mai napig egy örökké fontos kérdést tesz fel, amivel minden nap küzdünk az életbe, hogy az eszünkre vagy a szívünkre hallgassunk. Tehát ez a kérdés, ez kardinális a hétköznapi életben. És ez nálad is kardinális kérdés, mert most azt láttam rajtad is az írásaidban, és azt olvastam, hogy állandóan ez játszik a fejedben, hogy az eszedre hallgass, szívedre hallgass, Kosztarikában élj, Budapesten élj, jól érzem? Így van, így van. Most a szívem azt súgta, hogy Budapestre kell jönni. De a szívem az utazna folyton, tehát ez nehezen lett szövegelhető most, de most átváltunk, most az eszemre kell hallgatni. Tehát most az eszemre hallgatunk, meg a kislányomnak is az a fontos, hogy egy kis állandóság megszokja itt az európai rutint, úgyhogy most még itt vagyunk a városban. És hogy azt megszokja, hogy elengeded az utcán, mert hogy mehet, szaladhat bármerre a játszótéren, mert nincsenek olyan hangyák, amelyek megeszik. Így van. Itt Kosztarikában ugye a gyerekeket két helyre lehet vinni, vagy a tengerpartra mehetnek játszani, vagy a boltba. De hát nincs játszótér, a dzsungel pedig nem alkalmas arra, hogy a gyerek ott járkáljon. Még a járkálás az rendben van, de hogyha már megáll egy pillanatra, akkor rögtön valami csúszómászó meg. Jönnek a hangyák, tehát ezért senki nem beszélget a dzsungelben. Tehát nincsen az, hogy két szomszéd megáll, és úgy elbeszélgetnek, mert egy idő után mindenki így kapkodja a lábát, hogy valami mászik már rá. Akkor ott nincsenek ház előtt üldögélő, fa padon üldögélő asszonyok. Nincsenek.
Mindenki a tornászon üldörög, ücsörög. Szóval Costa Ricában azért így a gyerekeknek az élete az eléggé behatárolt, mert mit tudom én, egy, azért már egy pár éves gyerekek élvezik a tengerpartot, de azért mindig, minden nap tengerpartra menni, az, az egy idő után azt is meg lehet unni. És akkor megérkeztünk Magyarországra, miután megérkeztünk Magyarországra, hát a lányom az teljesen meglepődött, hogy parkok, játszóterek, amennyit csak akar az ember, és így folyamatosan nézett rám, hogy én engedem őt, hogy szaladgáljon a fűben, és nem kapok sikító frász, hogy oda ne menjél, oda nem, gyere vissza, nem, hanem így nézett rám, hogy ide én most megyek. Hát és így mondtam, hogy hát menjél, persze, itt maximum kutyakakától kell tartani, de mástól nem, itt nincsenek, nem leselkedik semmi a fű mögött, úgyhogy ez egy óriási könnyebbség, hogy mehetünk, ha merre akarunk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, köszönöm szépen. Egyenesen a szívemhez, te nekem is.